Nemzet Stratégiai Kutatóintézet támogatásával a honfoglaló magyarság életmódjáról, harcművészetéről szóló több állomásos erdélyi előadókörutat tartott Hidán Csaba, kolozsvári származású magyarországi egyetemi tanár. Kolozsvári előadásán szerkesztőségünk forgatócsoportja is jelen volt. Sisakok, szabják, nemezből, bőrből és acélból készült páncélok, íjak és nyílvesszők, tegez és fokos. Meg annyi kelléke Hidán Csaba és harcos társa előadásának bemutatójának. A János Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermébe összegyűlt, csillogó szemű, izguló apróságnak Fráter György, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnök helyettese ajánlotta figyelmébe az eseményt. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet küldetésénél fogva fontos feladatának tekinti, hogy ne csak a jövő tervezéssel, hanem a múlt örökségének ápolásával is foglalkozon. Azt gondolom, hogy a magyar múlt, a magyar történelem, a magyar kultúra megőrzése, ápolása, és ilyen élő formában az új felnövekvő generáció számára való hozzáférése, hozzáférhetővé tétele az intézet feladatai közé tartozik. A múlt héten Felvidéken, az idei héten pedig Erdély már korábbi 4 különböző állomásán több mint 1500 gyermek számára vittük el ezt az élő történelemórát, és ismertettük meg Hidán Csaba révén őket a magyar honfogláskori fegyverekkel, illetve lovasnomád kultúra különböző elemeivel. Maga az előadás egy hangulatteremtő legendának az elmondásával indult. Aztán következett a honfoglaló magyarok viseletének bemutatása. Csizma, dolmány, süveg, őv, tarsólemez, fegyverek. És mindez nem jelmezként, hanem a lehető leghitelesebb rekonstrukcióként. Azt is megtudhattuk, hogy honfoglaló eleink bizony nagyban befolyásolták Európa és a világ népeinek öltözködési szokásait. Hogyha a régészeti leletek alapján rekonstruáljuk, a képzőművészeti források segítségével és az írott források segítségével, akkor napjainkra egész pontos képet alkothatunk. Ugye a régészeti lelet elemezhető, tehát ami értékelhető, körülbelül 14 ezer van honfoglaló sír a Kárpát-medencében. Képzőművészeti alkotás, amit a honfoglalók készítenek honfoglalókról 5, de 7 alakot ábrázol, van külföldi, és valamikül vannak írott források. Na most, ha megnézzük viszont kicsit kitágítva a kört, a legelső nadrág, inges kabátlelet, tehát az egész világon, az szkíta. Méghozzá az Olon Kurin Göl, ez Orosz Federáció, Tuva autonóm körzet, tehát Belső Ázsia, ott találták az első nadrág inges kabátleletet. Na most több száz évvel később még a Mediterránum nem ismeri a szabott ruhát, az inget, a kabátot, a nadrágot, a csizmát, a kesztyűt, és nem azért, mert mondhatná valaki, ott meleg van. Hát nagyon jól tudja mindenki a sivatagban, nappal plusz 60, plusz 40, de éjjel meg nulla vagy fagy. Tehát ez nem indok, hogy ugye nekik nem volt szükségük. Vagy a rómaiak ugye meghódítják Britanniát, Galliát, Germániát, Norikumot, Pannoniát, Dáciát, és ezeken a vidékeken pedig télen hull a hús, befagynak a vizek. Nem jönnek rá. Szóval az első nadrág ábrázolás például a rómaiaknál az Arcadius oszlopon van, hunok után. Hát ami rajtunk volt, páncéllal együtt, az 800 ezer forint körül. Tehát napi áron kb. 800 ezer forint, ugye ami nem ez rajtunk kézzel készült vastag, nem ez acélpikkelyek, a sisak, ami a fejemen volt, az 3,4 kg nemes acélból kovácsolták, ezüst sisakdísszel. Tehát látszott is, amikor fejbe vágott Leila, hogy meg is védte a fejemet. Az előadás legnagyobb sikerét minden bizonnyal a harcászati, harcművészeti bemutató aratta. Először az előadók mutatták be magyarázattal egybekötött mozdulataikat, hívásukat, aztán néhány gyermek is kézbe vehette az íjat és a szabját, fokost. Persze kíváncsiak voltunk arra, vajon hogyan lehet rekonstruálni a honfoglaló magyarok harcászati tudományát. Esztendőkkel ezelőtt, amikor doktoráltam mediavisztikából, tehát középkor tudományokból, nekem a témaköröm az Árpád-kori és Anzsú-kori fegyverek és harcászat volt. Na most a Debreceni Tudományi Egyetemen szereztem meg a doktori címet, történelem, régészet, művészet, történet, ez mediavisztika tudomány, így hívják. De a harcművészet, na most kellett minősíteni valakinek, hogy ugye hogy értékelhető, na és ezt egy Shaolin főpap Hongkongból, Shikung Li Kangwing, Shikung a tisztséget, valamilyen főpapi cím, nem tudom lefordítani pontosan, Li Kangwing mester, ő értékelte. Be kellett mutassam a bemelegítést, az alapgyakorlatokat, mindent, és ő adott egy olyan diplomát, minősítést,
hogy cseppeies magyar hagyományokon alapuló harcművészet, mert pontosan nem ismerjük. Én azért haragszom, amikor megjelennek ilyen-olyan társaságok, és ők az ős magyar harcművészet. Nem igaz. Én nem nevezem az enyémet, hanem merném. Alapon, olyan alapokon nyugvó harcművészet. No. Vannak a középkorból keleti. Például ilyen Mustafa Mohamed Mátrágja, ő mameluk. Viszont kun, származása kun. A mamelukok 80%-a kun. A Tajbuga, ő szintén kun. Most hogy kerülnek oda, ez is érdekes. 1230-as években a kunok egy részét a mongolok elfogják, és eladják Egyiptomba a fatimidáknak, a rabszolgának. Egy nemzedék múlva megdöntik a fatimida kalifátust, és kikiáltják a mameluk szultánságot. De kulcs szó 1230-as években. 1239-ben pedig a kunok másik része Magyarországra költözik. De most a fegyverük mérete, súlya, minősége hasonló, mint a magyaroké. És nagyon komoly, ez a Tajbugas Mustafa Mohamed, ez egy nagyon vastag harcművészeti könyv. Még az is benne van, hogy lóháton hogy kell átöltözni. Rajzokkal, szöveggel. De ez csak egy forrás. Nyilvánvaló sok más forrás segítségével, meg keleti mesterektől is tanultam, és úgy próbáltam rekonstruálni. Azért én nem merem azt mondani, hogy pont ilyen volt, ilyen lehetett. Viszont működik, hát láthattad, hogy keményen összecsapunk és működött. Óvodások, kisiskolások számára 1100 évvel ezelőtti eleinkről tartani történelmi előadást embert próbáló feladat. Hidán Csaba megbirkózott ezzel, és mi a szemmel látható siker titkáról kérdeztük. László Gyula engem nem tanított hivatalosan, ő akkor már idős ember volt, de mesteremnek tartom László Gyulát, és ő mondta azt, hogy ha valaki tényleg szereti azt, amit csinál, és ért hozzá, akkor el tudja magyarázni egy négyosztályos parasztembernek is ugyanazt, és egy akadémikusnak is ugyanazt. Nyilvánvaló kicsit másképp, de úgy, hogy azt a négyosztályos parasztember, és az akadémiai doktor is megértse. Most ugyanazt tartom, akár egy 3 éves kisfiú vagy kislány, és egy felnőtt, nyilvánvaló kicsit másképp fogom elmondani, ebben tapasztalatom is van most már, hát 24 év óta csinálom, de ha az ember szereti, szerintem akkor érdemes.